Sziasztok! Remélem, jól vagytok. Ma csak annyit szeretnék megmutatni nektek, hogy itt mennyibe kerül egy körülbelül két embernek egy heti kaja. Körülbelül, szóval ehhez még kell kenyeret is venni, meg egy pár dolgot. Szóval ma vásároltam, kb. 100 eurót költöttem erre a kajára, és hát megmutatom, hogy mi van. Szóval sok gyümölcs meg zöldség, vagyis gyümölcs nem annyira sok, de ennyi. Ott vannak a sajtok, meg a vaj, krumpli, mindenféle, mit tudom én, sonkák, meg halkonzerv, tojás, ennyi. Ennyi. Látjátok, ami ott van az asztalon? Annyit vettem ma, mindjárt megmutatom, két különböző áruházba vásároltam. Az egyik itt van, szóval itt van, 51,40 €. A másik áruházba, itt van, 43,97 €. Szóval ezt a videót csak azért csináltam, hogy lássátok, hogy itt mennyibe kerül minden nap enni. Mert nagyon sokan kérdezik, hogy segíthetek-e azon, hogy kijönnek Franciaországba, meg mit tudom én, és hogy mit segíthetek nekik. Hát tulajdonképpen semmit. Saját magamon is csak nagyon nehezen tudok segíteni, nem hogy még másokon. Legfeljebb a papírokat tudok segíteni, elintézni, meg ilyenek, de ezen kívül semmit. Szóval munkát találni, meg mit tudom én, nehéz eset, itt is, nagyon nehéz. Még akkor is, amikor franciául is beszél az ember, vagy egy pár nyelven, szóval ez nem olyan könnyű. Ahogy mondtam már egy videóban, a havi jövedelem 1200 és 1500 euró között szokott lenni, ha nem feketén dolgozik az ember. Feketével nagyon kell vigyázni, mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy dolgoznak feketén, és utána nem fizetik ki őket a hónap végén. És hát ilyenkor mi van? És akkor mindig mondja a főnök, hogy jaj, majd legközelebb kifizetlek, majd legközelebb. 6 hónapra rá még mindig nincs kifizetve az illető, és hát tényleg bajban van, mert ingyen dolgozott 6 hónapig, hazamenni nem tud, mert nincs pénze, enni minden nap azért tényleg nagyon sokba kerül, szóval feketén dolgozni nem túl jó dolog. És hát tényleg úgy dolgozni, hogy be van jelentve az ember meg minden, úgy meg hát elég nehéz az élet, mert nem lehet félrerakni pénzt. Egyszerűen nem lehet, mert minden itt nagyon-nagyon drága, lakásbérelés, a villany, a víz, a mit tudom én, telefon, minden, szóval nem könnyű eset így szem. Remélem azért, hogy jól vagytok, nem akarok itt mindenkit depresszióba vinni, csak hát tényleg ez az igazság, hogy itt hogy élnek az emberek, ez így van. Szóval minden drága, nem kell ábrándozni, itt nincs mit tudom én paradicsom. És hát tudom, hogy Magyarországon is nehéz, de szerintem ez most már ebbe a világban mindenhol így van. Szóval legyetek jók, vigyázzatok magatokra, egyetek finomakat, és majd legközelebb is találkozunk egy francia leckén. Sziasztok!